Sziasztok! Elérkeztünk végre a téli kapszula gardróbos videóhoz, aminek azért is örülök, mert hogy valahogy így ősszel kimaradt, és nem volt ez az igazán őszi gardrób feeling, amikor így kinyitottam, vagy elhúztam a szekrény ajtaját, és télen nagyon szerettem volna ezen így javítani, mert hogy egy nyáron így belecsúsztam abba, hogy amikor már jöttek a hűvösebb idők, akkor a nyári lenge szoknyákat, valóban az ilyen trikókat, ami kimondott a nyári darab volt, azokat mindet ide feltettem egy dobozba, és így egy-egy darabjával szedtem le a melegebb dolgokat, de akkor még nem vettem le mondjuk a téli meleg legénit, meg ilyeneket, és így valahogy így minden nap egy kicsit foglalkoztam vele, de mégis így össze-vissza. És előző héten meg úgy éreztem, hogy akkor most itt lenne az ideje, hogy minden őszi dolgot, amit már télen nem tartok elég melegnek, azt valóban elpakoljam, és csak olyan ruhák legyenek itt elől, amit télen egy igazán hideg időbe is tudok hordani. Úgyhogy arra gondoltam, hogy most így globál az összeset megmutatom nektek. Elég szigorú voltam magammal, bár még így is úgy gondolom, hogy van kettő olyan ruhadarab, amit nem kellett volna megtartani, és lehet, hogy, vagyis nem, hogy megtartani, mert hogy megtartani, megtartanám, csak hogy a téli kapszulában nem kellett volna, hogy belekerüljenek. Viszont egy kicsit érdekesen hat rám, hogyha felnézek, akkor így púpozásig van. Mindjárt megmutatom nektek. A kettő doboz, amiben a nyári és az őszi ruhák vannak, úgyhogy most egyesével átnézzük ezt az egészet. Amit itt láttok ruhadarabokat, azon kívül van még kettő darab rövidújú felsőm. Megmondom őszintén, hogy a rövidújú ruhákat nem szerettem volna feltenni a nyári vagy az őszi ruhatárhoz, mert a mi lakásunk nagyon-nagyon meleg, és itthon általában rövidújúba vagyok, illetve hogyha megyünk is, én szeretek rétegesen öltözködni, mert alapból egy izzadékony típus vagyok, úgyhogy azokat szerettem volna itt hagyni. Úgyhogy maradt egy darab fekete felsőm. Ez nagyon vicces, mert hogy én nem tudok angolul, és amikor megvettem annó, akkor nem tudtam, hogy mi van ráírva, és akkor az egyik videónéző írta nekem, hogy véleményem rólad az, hogy távolság. Viszont azóta is nagyon-nagyon szívesen hordom, és el is gondolkoztam, hogy biztos nem véletlenül akadt hozzám ez a póló, mert lehet, közben ma már 10-szer csörögnek bele a telefonon a vlogba, és egyszerűen nem tudok felvenni egy videót, mert folyamatosan valaki hív. Szóval azóta el is gondolkoztam egy párszor, hogy lehet, hogy ez azért került hozzám, mert egy picit távolságot kellene tartanom az emberektől, és nem ennyire nyitott lenni, és mindenkivel túl kommunikatív, vagy megosztani az életem. Na, de mindegy, ezt csak így mellékesen jegyeztem meg. Aztán van itt egy nagyon-nagyon meleg legini. Ezt hordtam idén is, és tavaly is, most már bejöttek azért a jó hidegek, úgyhogy szükség is van rá. Viszont van itt egy olyan meleg ilyen szabadidő nadrág, ami szó szerint ilyen szabadidőnac is. Ezen nagyon gondolkoztam, hogy meg-e tartsam, mert ennek ilyen gumis az alja, és nem is ezért, hanem mert így nem szívesen megyek el itthonról benne, kivéve akkor, hogyha például szánkózni megyünk télen, vagy ilyesmi, mert ugye ennek is ilyen jó bundás melegítette a belseje, és ezért nagyon szerettem, amikor így olyan helyre mentünk, ahol nem kell vigyázni a ruhára, és mondjuk egy szánkózás, egy hógolyózás, úgyhogy még ezért maradt meg így a téli gardróbomban. Viszont van egy nadrág, ami most rajtam van, és nem is tudom, hogy hogyan mutassam meg nektek. Várjatok! Talán így fogjátok látni, ez egy ilyen barna, szintén termós legini. Ez lett idén így a kedvencem, ezt a vásárba vettem, ez az egy, amit így télen vásároltam magamnak, és szerintem most a napoknak a legtöbbjén ez van rajtam, mert tök jól érzem magam ebbe a színbe is, ebbe a fazomba is, ebbe a, hogy mondjam, ebbe a melegített naciba, úgyhogy nem tudom, hogy ez erre még szükségem van-e, mert ezt a legénit viszont szívesebben hordom, úgyhogy ezt a melegített szabadidő nadrágot arra gondoltam, hogy odaadom az anyukámnak. Úgyhogy ez most innen ki is jön. Aztán van itt egy pár üres akasztó,
Van egy zöld pulcsim, ezt pont a hátulját mutatom. Nagyon-nagyon szeretem ezt az ilyen bársony zöld színt. Szerintem nagyon szép, nagyon puha, és tök jól érzem magam benne. Úgyhogy ez biztos, hogy marad. Amúgy én csak azt hittem, hogy így full alaposan átnéztem már az egész gardróbot, viszont mindig rájövök, hogy még mindig elrejtőzik egy-egy ilyen rejtett darab, aminek nem feltétlenül van itt a helye, és most nagyon szeretnék brutálisan szigorú lenni magamhoz, aminek az oka az az, hogy megmutatom nektek a nyári szetteket. Figyeljétek! Itt vannak fent, láthatjátok, hogy majdhogy nem ömlik ki a nyári ruha ebből a dobozból. Hát nem csak nyári, mert hogy őszi és tavaszi is ebbe van, de hogy annyira sok, hogy szerintem annyira biztos, hogy nem volt szükségem. Viszont ezáltal itt télen most megpróbálok egy picit szigorúbb lenni magamhoz, hogy csak azok kerüljenek vissza, majd amikor nyáron előveszem, vagy tavasszal a nyári cuccokat, azok kerüljenek fel abba a dobozba, amit tényleg használtam, és olyan dolgok ne rejtőzzenek meg így feleslegesen a cuccaim között, amit mégsem használok. Aztán van itt egy ilyen kék pulcsi, ami nem tudom mennyire látjátok. Nagyon érdekes, mert akárhányszor ránézek, mindig úgy gondolom, hogy ezt nem fogom használni idén, viszont sokszor hordtam tavaly is, sokszor voltam benne mondjuk bibliaórán, vagy sokszor felvettem, amikor a játszótérre mentünk, mert hogy amúgy tök jó meleg, a színét is szeretem, úgyhogy ezt úgy vagyok vele, hogy adok neki egy hónapot, és hogyha fogom hordani, akkor marad, hogyha nem, akkor viszont nem, mert felesleges dolgokat tényleg nem tartok meg. Aztán van itt kettő darab farmer, ez egy ilyen sötét színű farmer, és ezt mindenképpen meg akartam tartani, mert nekem ez télen nyáron egy ilyen aduáz. Viszont van itt egy ilyen kopottabb színű, valamiért egy picit ilyen, ennek vékonyabb az anyaga, és nem gondolom úgy, hogy ebben nem fáznék télen, de azért hagytam így lent, mert hogy kettő darab kabátom van, és mindegyik nagyjából a térdemig ér, és a csizmáim is elég hosszúak, így arra gondoltam, hogy tesztelem, hogy hát, hogyha így télen is jól érzem benne magam, de valamiért, amikor reggel így a szekrényhez állok, akkor mindig így elhessegetem a gondolatot, hogy ezt vegyem fel, mert nagyon-nagyon szeretem tavasszal vagy ősszel így egy újatlanhoz, és arra gondoltam, hogy akkor ezt szépen most így felteszem, mert hogyha így 3 hét alatt nem volt egy alkalom sem, amikor úgy szívesen felvettem volna, akkor most itt az ideje, hogy feltegyem, és akkor egy kicsit távolabb kerüljön tőlem, és majd tavasszal újra örülünk egymásnak. Emellett rendeltem még jó múltkor, láttátok is, hogy leadtam a rendelést, egy ilyen melegebb fekete nadrágot, illetve egy melegebb zöld nadrágot, és nagyon remélem, hogy hasonló stílus lesz, mint ami így most itt rajtam van, és akkor annak nagyon örülnék, mert hogy tényleg ezzel így teljes lenne a ruhatárom, mert hogyha most megnézzük, akkor egy fekete legínit hagytam, egy farmát, illetve egy barnát, szóval 3 darab nadrágot hagytam így a téli szezonra, viszont várom, hogy megérkezzen az a 2, és akkor úgy az 5-tel szerintem teljesen ki fogok békülni, ezt pedig ugye nem fogom likvidálni, ezt csak így tavaszig felteszem majd oda a többi közé. Na, lássuk a következőt. A következő az egy fehér póló. Ez szintén olyan, hogyha például itthon videózok, mint ahogy most is egy ilyen rózsaszín rövidújúban vagyok, akkor teljesen kényelmes, komfortos, illetve például egy-egy ilyen garbó alá nagyon szívesen felveszek egy rövidújút, mert hogy nekem ez egy komfortosabb. Az újatlanokat idén eltettem télre így pihenni. Aztán itt maradt elől egy ing, és azt is úgy gondolom, pontosan ugyanúgy, mint ezt a fekete nadrágot, hogy az ingeket azért nem hordom, mert hogy télen ahhoz hideg, hogy így mondjuk ebbe bárhova is menjek, és hogyha ráveszem a kabátot, akkor mikor leveszem, akkor mindig ilyen gyűrött hatása van, és ezt nem szeretem, viszont ezen a héten lesz olyan alkalom, amikor
több orvoshoz megyek, és akkor arra gondoltam, hogy lehet, hogy ezt fogom felvenni, mert ez egy kicsit elegánsabb, és szeretnék oda csinosan menni, úgyhogy pontosan ezért hagytam itt, illetve lesznek fotózásaim, amikor úgy gondolom, hogy egy báltéri fotózáshoz mondjuk egy ing akár ezzel a barna legínivel is tök jól passzolhat, úgyhogy ezt így itt láthattam, de meglátom, hogy mennyire fog ez működni, mert ezzel is kicsit az a meglátásom, hogy akárhányszor így ide reggel beállok a szekrény elé, vagy gardrób elé, hogy akkor most ezt veszem fel, valahogy mindig úgy azt érzem, hogy mégse. Úgyhogy ez is ilyen kétséges. Aztán maradt az egy darab kardigán, amit mutattam nektek, ez évek óta a kedvenc kardigányaim közé tartozik. Nagyon-nagyon szeretem. Illetve a másik nagy kedvencem ez a drop kis kötött pulcsi, vagyis hát az is pulcsi, nem kardigán, mert a kardigán az ugye gombos. Amúgy már tavasztal is éreztem azt, hogy egy ilyen crop topos, vagy nem hosszított kötött kardigánra szükségem lenne, ami gombos, és így fel tudom kapni csak így pólók fölé. És ezt a mai napig is keresem, és képzeljétek el, hogy előző héten is elmentem egy üzletbe, és láttam olyat, ami tetszett, és láttam három színbe, drabba, ilyen világos zöldbe, illetve bordóba, meg láttam pluszba, ráadásba egy ilyen csíkossat is, és valamiért úgy gondoltam, hogy nem tudtam dönteni, hogy melyik színt hozzam el, és nem akartam ilyen impulzus vásárlást csinálni, mert a gardróbomban már nagyon-nagyon sok ideje figyelek, hogy csak olyan darab kerüljön be, ami valóban hasznos a számomra, és örömmel viselem, és hogyha azonnal nem tudok dönteni, hogy na most akkor ez annyira kényelmes, én ezt most azonnal szeretném magamon hagyni és viselni, akkor lehet, hogy nem ez az igazi, és akkor itthon még egy Insta-posztot is csináltam róla, hogy szerintetek melyik szín állna jól, és valahogy mindig azt érzem, hogy valamiért mégse az igazi, de azt tudom, hogy nagyon-nagyon szeretnék egy ilyen kardigánt, ami nem hosszított, mert amúgy meg a kabát alatt nagyon zavar, hogyha hosszú pulcsi van rajtam, ami így kötött vagy cipzáros, és nincs egy sem, ami ilyen, nem tudom, derékig érne, és nem mondjuk combig vagy térdig, és cipzáros, vagy mondjuk gombos felső lenne. Na, de ez a következő, ehhez amúgy van egy szoknyám is, amit nagyon ritkán szoktam hordani. Ja, és maradt még egy nacim, tényleg akkor nem is három, hanem négy nadrágom, ezt még itt hagytam, ez egy ilyen kicsit elegánsabb naci. Az egy bajom vele télen az az, hogy ez nem stretches alul, és ezért a csizmában ilyen tök furán néz ki, hogyha belegyűröm, akkor ha mondjuk bemegyek valahova és leveszem, akkor nem néz ki jól. Hogyha meg kívül hagyom, akkor meg azért nem néz ki jól. Szóval, hogy ezzel ez az egyetlen egy bajom. A sportcipőimet viszont már eltettem. Még meg fogom majd próbálni ezt a nadrágot az ugos csizmámmal, már hogy az ilyen boka csizma, és megnézem, hogy a kettő esetleg jó-e lehetne együtt. Viszont ez így mondjuk egy ingel vagy egy kardigánnal tök jól néz ki. Itt van ez a pulcsihoz a szoknya, illetve van szintén egy ilyen téli szoknya, egy szürke szoknya, és nagyjából így itt ennyi is lett volna, úgyhogy tényleg nagyon leminimalizáltam, és aztán mindjárt megmutatom, ebbe a kis dobozkába vannak az itthoni cuccok. Én bevallom nektek őszintén, hogy itthon leginkább ilyen pizsamaszerű rövid nadrágba szoktam lenni, pólóba, vagy ilyen kis topba. Nem hálóinkba, amiben alszok, vagy hálóruhába, hanem ilyen kényelmes itthoni viseletbe. És hát azokat ebbe tartom. Aztán van egy ilyen kis pak a melltartóknak. Aztán van egy ilyen kis rendszerezőm a vastag zokni, vékony zokni, illetve a bugyiknak. És itt van kettő darab ilyen vastag harisnya, vannak a sima harisnyáim, illetve az övek, úgyhogy ezek mind így külön vannak rendszerezve, és arra gondoltam, hogy most komplett az egészet meg fogom nektek mutatni, itt szó szerint az egész gardróbot, amit használok, hát hogyha esetleg inspiráció lehet nektek, vagy mondjuk nekem is egy pár éven belül, hogyha megint így eltébolygok, és megint túlzásba viszem azt, hogy mennyi ruha legyen elő, mert hogy ez így
Ezt így napról napra egyre jobban úgy érzem, hogy ez így tök ideális számomra. Na, itt láthatjátok ezt a kis pakot, ebben vannak a Halloween-jeim, amiben aludni szoktam, és itt van a három darab téli cipőm. Ez a kedvencem, ez egy ógos csizma. Ez nagyon érdekes, hogy mindig letakarítom, és mégis mindig úgy néz ki, mint ami koszos, vagy fakult, úgyhogy egy kicsit megbántam azt, hogy nem barnát választottam, mert hogy nagyon érdekes, én nem tudom, hogy akinek esetleg van hasonló, ő mivel takarítja, de hogy nedves törlővel, vagy ilyen kis vizes rongyokkal leszoktam mindig, és abszolút nem poros, és mégis, hogyha látjátok, a kamera egy kicsit túlzásba esik, ahogy látom így a fehér foltokkal, de hogy élőben se az a szép fekete, mint mondjuk ez a Columbia csizmám, hogyha így egymás mellé teszem a kettőt, akkor totál látszik is, hogy az ilyen foltos, úgyhogy nem tudom, adjatok nekem tippet, hogy ezt mivel takarítjátok, hogy ne legyen ennyire foltos, pedig amúgy abszolút nem koszos. Na, aztán van itt ez a jó meleg hócsizma, ez Columbia csizma, de bevallom nektek őszintén, hogy abszolút nem ér fel az ugos csizmával. Hiába hosszabb a szára, hogyha fázok, akkor mindig azt hordom, mert hogy sokkal melegebb. Illetve egy ilyen barna cipőm van, vagy ilyen csizmám, ez is inkább átmeneti. Ebbe szoktam legtöbbször templomba menni, vagy hogyha esetleg elmegyünk a férjemmel egyet vacsorázni, vagy valami olyan helyre, ahol úgy gondolom, hogy nem kell túl sokat sétálni, akkor igyekszek egy kicsit elegánsabban öltözködni, és akkor veszem fel ezt a csizmát. Na, jöhet a szekrény másik fele. Igazából idén erre is nagyon büszke vagyok, mert hogy el se tartalmaz túl sok ruhát, sőt szerintem magamhoz képest egész keveset. Itt van a kettő darab kabátom, egy ilyen sportosabb, illetve azt vett kabátom. Ezeket heti szinten azzal a bolyhotlanítóval átmegyek rajta, de annyira nem segít. Aztán itt van az egyik kedvenc ilyen hosszított kardigánom, ezt nagyon szeretem, viszont így kabát alá már nagyon sok, úgyhogy ezt is inkább tavasszal meg ősszel szoktam hordani. Viszont ma is, amikor így pikpak beültem az autóba, és csak elmentem az egyik orvoshoz fél órára egy megbeszélésre, akkor ezt vettem fel. Aztán itt van egy darab ilyen hosszú pulcsi, illetve a tunika, ami idén az egyik kedvencem, sőt szerintem tavaly is ez volt. És szerintem ez az egyetlen, ami ilyen szoknyás, és vagy egybe szoknyás, vagy tunikás, és megmaradt itt télre is a gardróbban, mert hogy ez kellőképpen meleg, ahhoz, hogy valóban télen is egy melegített leginivel, vagy harisnyával viselni tudjam. Na, itt már láthatjátok, hogy igazából itt 5 darab ruha pihen, aminek az az oka, hogy ez sokkal hosszabb ruhákra is jó, vagy kabátokra, és a másik felén csak ilyen pulcsik, vagy rövidebb dolgok férnek el. És akkor itt ez pedig már így a férjemnek a részlege, és akkor arra gondoltam, hogy még megmutatom ezeket a kiegészítőket, amiket használok. Itt lapul az egy darab táskám, amit nagyon-nagyon szeretek. Egy pár hónapja vásároltam, amikor az előző tönkrement, és nagyon-nagyon jó kis viselet. És akkor a kiegészítők igazából itt vannak. Gyakorlatilag ez az összes ilyen plusz dolog. Van itt 2 darab, egy Szlovákiában csellenkának mondják, amúgy ilyen fejpánt, vagy fülvédő. Van itt 2 darab, egy fekete, illetve egy mintás sál, illetve 1 darab sapka, és nagyjából ennyi az össz. Ja, meg a táskámban még van egy kesztyű, mert hogy a hétvégén nagyon hideg volt, és felvettem a kesztyűt, illetve ez egy ilyen nyári kis, hát, hogy is mondjam, lepel, és ezt nyáron mindig a táskámba tartom, hogyha esetleg fázok, vagy árnyékot akarok valahova, vagy valami hasonló, akkor ez mindig nálam van, de ez abszolút nem téli. És ezt is feltehetném amúgy a nyári holmik közé, de nincs itt útba. De felteszem, ha már elraktam ennyire a nyárikat, akkor ne legyen itt elől, úgyhogy azt hiszem, hogy ennyi a téli gardrób. És akkor most kivételesen arra gondoltam, hogy össze fogom számolni, hogy nagyjából miből mennyi van, és hozzá fogom adni azt is, amit már megrendeltem.
Szóval itt a kicsi részben, amit így utoljára mutattam, ott van 3 darab felső, itt van 4, 5, 6, 7 darab hosszú meleg felsőm van, aztán van egy, ami rajtam van, bár ez az itthoni kategória, de azért beleszámolhatjuk, 1, 2, 3, 4, 5 darab rövidújjum, 1, 2, 3, 4 darab nadrágom, plusz 2-t rendeltem, ami melegített, úgyhogy az 6 darab, és 2 darab kabátom, 3 darab csizmám, amiből szerintem 2-t mondhatni télinek, van 2 darab ilyen fejpántom, 2 darab sálom, illetve 2 darab ilyen szoknyám, ami így melegített szoknya. Nem tudom, hogy az idei télen mennyit fogom hordani, bevallom, hogy nagyon szeretnék sokkal többször szoknyát hordani, viszont valamiért így annyira nem jön össze, de idén direkt azért így jól szem elé tettem, hogy többször legyen esélyem arra, hogy így rápillancsak, és akkor hát, ha megjön a kedvem ahhoz, hogy felvegyem. És akkor azon kívül van még 2 darab ilyen melegített harisnyám, és szerintem nagyjából így ennyivel meg is vagyunk. Úgyhogy idén nagyon-nagyon elégedett vagyok azzal, ahogy sikerült kialakítani a téli gardróbot, és ezt most így egy kicsit büszkén mutatom meg, mert nekem ennyire nem szokott jól sikerülni, viszont ennek úgy gondolom, hogy ez az oka, hogy mostanában nagyon-nagyon sokat olvasok ezzel kapcsolatban, és nagyon sokat fejlődtem, amióta megcsináltam az egyszerűbb otthon kurzust, vagy amióta csatlakoztam a zöld gardrób közösségi térhez. Nórától mindig tanulok valami újat, és a ruhatár ez kimondottan az ő specialitása, és teljesen más szemmel tudok ránézni a ruhatáramra, amióta úgy, hogy mondjam, az önmunkásságát követem, és számomra ez nagyon-nagyon nagy pozitivitás, mert eddig mindig igyekeztem, hogy ne legyen túl sok, vagy igyekeztem, hogy mondjam, tényleg jól megválasztani a ruhadarabjaimat, de mégsem mindig sikerült. Most meg érzem azt, hogy évről évre, hónapról hónapra, vagy évszakról évszakra ez az egész változik, és egyre ügyesebben megy, egyre jobban, hogy mondjam, benne vagyok abba, hogy tényleg átgondoljam, hogy mit veszek, vagy mit veszek fel, vagy mit engedek el, és amire évek óta azt mondom, hogy igen, én ezt még használom, vagy hordom, és közben egy utólag jövök rá, hogy mégse azokat olyan jól el tudom engedni, és olyan jó, amikor találok nekik új gazdát, aki még használt veszi, és ez nekem mind nagyon jó érzés. És valamilyen szinten a ruhatár szerintem egy önismeret is, úgy saját magunk körüli utazás, és legyen az bármi, mondjuk én évekig nem szerettem a zöld színt, most viszont egyre szívesebben hordom, és ez ugyanúgy, ahogy mi magunk is változunk, ugyanúgy változik velünk a gardróbunk is, teljesen mindegy szerintem, hogy milyen színtípusok vagyunk, vannak olyan dolgok, amik egyszerűen átváltoznak, és amit eddig nem szerettünk, azt egyre jobban megszeretjük, vagy amit eddig szerettünk, attól egyre jobban eltávolodunk, és szerintem ez annyira normális. És olyan jó, hogy így a gardróbunk valamilyen szinten tükrözi az egyéniségünket, a stílusunkat, tükröz gyakorlatilag bennünket. És ezért most ezt nagyon nagy örömmel osztom meg veletek, mert szerintem ennyire jól még egy évszakban sem sikerült az, hogy valóban a kapszula gardrób az tényleg csak olyan dolgokból álljon, vagy olyan darabokból, amiket ennyire szívesen veszek, és hogy ennyire sok dolgot el tudjak tenni, mert valamiért úgy mindig itt maradt egy-egy olyan dolog, mondjuk ingruhák, vagy vékonyabb ruhák, mert mindig úgy voltam vele, hogy alkalmakra majd felveszem, és aztán sose vettem fel így abba az időszakban, amikor időszaknak nem megfelelő, vagy időjárásnak nem megfelelő az az öltözék, úgyhogy hát ennyi volt az én téli kapszula gardróbom, és remélem, hogy szeretettel fogadtátok ezt a videót, várom a ti kapszula gardróbos ötleteteket is, ha esetleg van valami olyan, amit én nem mondtam el, és úgy gondoljátok, hogy építő jellegű lehet a többiek számára, vagy esetleg mi alapján szelektáltok, akkor nyugodtan írjátok meg kommentbe, én minden kommentnek nagyon örülök. Köszönöm, hogy itt vagy. Szia!